Sziasztok! Ez itt a Vezes Autós Magazin zöld energetikai, zöld közlekedési, elektromos autós melléklete, a zöld hullám, amelynek most megmutatjuk, amelyben most megmutatjuk ezt a furcsaságot, a Renault Twizit, amit igazán csak azért hoztuk el, hogy a kis portfóliunk teljes legyen, meg mert mégiscsak nagyon tiszteletemértő dolog az, amikor egy autógyártó egy ennyire hasznavehetetlen a hétköznapi közlekedésben igazából, főleg a magyar körülmények között semmire sem való elektromos járművet mégiscsak megcsinál. Attila operatőr kollégám rám szólt az előbb, hogy szeressen már egy kicsit jobban, mert neki annyira tetszik ez az egész kis jármű, meg koncepció, meg minden. Nekem is tetszik, sőt ezzel járok már egy hete, voltam vele otthon Vértesbogláron, innen 50 kilométerre több alkalommal is. Nagyon szeretem, de tényleg nincs értelme. Két dolgot találtunk ki menet közben, így mindenféle konzultációkkal kapcsán ismerősökkel, hogy mire lehetne ezt használni. Az egyik az, hogy a nyaralóvezetekben, Balatonnál, tengerparton, ott levős dolognak, tehát ami mindig ott van tárolva egész évben, és amikor lemegy valaki nyaralni, akkor ezzel tud a környéken mozogni, ezzel el lehet ugrani, bevásárolni, stb. Erre jó. Illetve még egy dologra alkalmas, lakókocsi vagy lakóautó után vagy rá függesztve ilyen, tehát turista járműnek, hogyha oda viszem gazdag lakóautós létemre, ahol majd kirándulni szeretnék, ott leakasztom a kocsiról, és ezzel járok kelek ott a környéken, akkor ez egy kicsit jobb megoldás, egyszerűbb, könnyebb vinni, a súlya is kisebb, mint egy smart, de azért vannak korlátok. Mik ezek a korlátok, miért mondom, hogy ennyire nem jó? Nincsen semmiféle időjárás elleni védelem benne, ezek az ajtók maximum felcsapódó víz ellen védenek egy picikét, illetve a feláért kapható kis szélvédő, amit rá lehet bigyeszteni az ajtóra, az is csak félig meddig takar, az ajtó mellett befúj a szél, az eső az beesik a kabinba, sőt konkrétan madárszart is néztem itt a belső ajtókárpiton, hogy úristen mi történt, hogyha pont úgy jön a madár kaki az égből, hogy nincsen szerencsénk, akkor az befele esik az utastérben, nem kifelé. Nem elég gyors, 80 km/h a végsebessége hivatalosan. És akkor ez még az erősebb példány, mert van egy 45 km-re korlátozott városi kisáruszállító vagy személyszállító verzió is. És ez a 80 km ez pont elég ahhoz, hogy az Európa legnagyobb részén érvényes 90 km/h sebességkorlátozást, azt mi már nagyon ne tudjuk teljesíteni. Hogy mennyibe kerül? Magyarországon például nem is lehet megvenni pillanatnyilag, újára nincsen neki. Jelen pillanatban megint nyomozzák az árát, ugyanúgy, mint a Renault Master elektromos verziójánál, hogy tudjanak mondani egy árat. Hogyha valaki nagyon szeretne egy ilyet venni hivatalosan márkakereskedésben újonnan, akkor mennyire tudnánk neki eladni. Jó közelítést adhat a német Renault szalonok kínálata, ott ezt meg lehet most rendelni, de ott is ez a felszereltség, ez egy 8000 euró körüli értékű dolog. 8000 euró, az 8-16-24, mondjuk 2,5 millió forint, ami első blikre nem is tűnik olyan soknak, csak hogy Németországban nem adják hozzá az akkumulátort, hanem azt még egy további havi 50 eurós díjért lehet leasingelni hozzá. Hogyha azt is meg szeretnénk venni, akkor a valós újonnani ára inkább egy ilyen 4,5-5 millió forint lenne. Dicsérem! Nagyon cuki! Ez a legfontosabb dolog benne, mindenki nézi, főleg a gyerekek imádják. Hallottam a szájukból, hogy apa, gyere, mutatok egy jövőből jött autót, meg ilyeneket mondanak neki. Főleg, tehát azt kiemeli ezt a jövőből jött érzést, hogy nagyon-nagyon halk kifelé legalábbis. Tehát igen finoman, surrogva, csendesen siklik át az utcákon. Tényleg, mintha valami időgép lenne. A látványal semmi baj nincsen, ebben a franciák általában jók szoktak lenni, mindig tudnak érdekeset és időnként még szépet is alkotni. Műszakilag egyszerű és robusztus, ez talán még egy pozitívum. Egy nagyon tömör, nagyon komoly futóműalkatrészekkel felszerelt, érezhetően jól összerakott. Ha az ajtók nem lennének rajta, akkor nem is zörgő szerkezetről van szó. Ennyiből jól sikerült eltávolodni a koncepciómodellnek az egyediségétől. Akkor mi van még? Láthatóan egyszerű karbantartani. Nem tettek bele ledes lámpákat, mindenhol hagyományos izzók vannak, még a gumi is egy ilyen teljesen normális utcai, majdhogy nem utcai méretű kerék, minden van hozzá, mindent meg lehet venni, mindent lehet cserélni, otthon lehet szerelni, erre még így alkalmas. De a használhatóságával már nagyon komoly bajok vannak. Szegényt bántom tovább, négy kereke van, tehát nem motorkerékpár. Ez a hivatalos magyar besorolás szerint, csak a hazai piacon levő kis pária helyzetét mondjam neki, ez egy úgynevezett négykerekű motorkerékpár, vagy négykerekű tricikli, négykerekű nehéz tricikli, valami ilyesmi. Az a lényeg, hogy az L7E kategória van bejegyezve a forgalmiába, és az L7E kategórián belül is ez egy viszonylag nagy teljesítményű, ugye 14 lóerős, és viszonylag nehéz, mert 450 kg szerkezet. Innentől kezdve kell rá egy rendes motorkerékpárrendszám,
kell rá parkolási díjat fizetni, amit nem lehet elengedni, mert nem kapható hozzá zöld rendszám, hiszen nem személygépkocsi, és ezt a magyar rendszer nem bírja kezelni. Tehát ő rajta egy rendes fehér motorkerékpár rendszám van, és ki kell csengetni a parkolást. Nem lehet vele lavírozni a sorok között, nem fér el egyszerűen, több mint egy méter széles. Nem, tehát nincsenek olyan messze az autók egymástól, hogy ezzel el lehessen menni, meg nem is szabad, mert csak a kétkerekű motorkerékpár vonatkozik ez a könnyítés, hogy előre mehet a sorok között, és a buszsávban sem mehet, mert a buszsávban is csak kétkerekű motorkerékpár mehet. Van benne három igen nagyon jó dolog, amit eltanulhatnának tőle más elektromos autógyártók is, sőt nem csak elektromos autógyártók. Az egyik az a töltési megoldás. Van benne ugyanis egy olyan zsinór, egy töltőzsinór, mint egy porszívóban szinte, amit egy telefonzsinórral kombináltak. Ez a töltőkábel. Ki lehet belőle húzni, nem kell keresgélni a csomagtartóban, nem kell összekoszolni magam tőle, egyszerűen csak megfogom a végét, és elballagok vele ki a képből. Egészen akár egy 4 méterre levő konnektorig is, ott bedugom, és 10 amperes háztartási konnektorról gyönyörűen 3,5 óra alatt fel tud tölteni. Picikeben az aksi, csak azt hiszem 7 kWh, tehát nem kell neki több idő ehhez, de ez zseniális. Ez, hogy még senki más nem használta, hogy nincs ilyen minden egyes elektromos autóban, hogy mindig szívni kelljen azzal a töltődobozzal, ami leesik, eltörik, meg ott lóg, meg kitépi a konnektort a falból, hogy tényleg, hogy más erre nem gondolt, ez valami elképesztő. És 2012 óta kapható ez a megoldás. A másik nagyszerű dolog egy régi mániámmal kapcsolatos. Sose értettem, hogy az automataváltós autóknak, pláne az elektromos autóknak miért van ilyen böszme nagy, utastérbe belógó, teljesen nem praktikus váltókarja, amikor elég lenne három gomb is, előre, hátra, sehova. Na, a Renault ezt az én gondolatomat ellopta és továbbfejlesztette, a Twizyben ugyanis csak két gomb van, előre, hátra, és ha a kettőt egyszerre nyomjuk, akkor van a sehova. Ez valami zen, tényleg, ez gyönyörű leegyszerűsítése és funkcióra szűkítése a kezelőszervnek. Minden autóban ilyen kéne, ami automata vagy elektromos. És a harmadik dolog, ami nagyon tetszik, az a könnyű takaríthatóság. Ugye ez a nyitott utastér, ez mindenképpen magába szippantja az összes falevelet, döglött bogarat, pókot, bármit, és éppen ezért nem tököltek túlságosan sokat a Renault-nál, mindent vízálló anyagból csináltak, és ezt egy magas nyomású mosóval ki lehet mosni, át lehet takarítani. A műszerfalat már mondjuk nem speciálném össze, de a padlószintet és az ülést magát, az ülés kárpitot is, azt simán át lehet öblíteni egy sterimóval. Ha beesik a kabinba az eső, vagy ha kimostam egy slaggal, akkor ez a kis lyuk való arra, hogy az üléspárnáról levezesse a vizet és elvezesse a kocsi alá. A küszöbben pedig itt van az a nyílás, amelyiken le tud sorogni a víz. Hát ez a tüsszentés, azért elnézést kérek, viszont erről eszembe jutott egy újabb hátrány a szegény Renault Twizynek. A nyitott utastérben nincsen pollenszűrő, tehát parlagfű szezonban ez óhatatlanul előjön. Márpedig Magyarországon, Attila kifordul a képpel, akkor tudom tovább mutatni élőbe egyenesbe. Elfordulunk ettől a Twizytől, egészen idáig hatolunk, és már meg is pillanthatjuk a gyönyörű, virágzó, porát ontó parlagfű példányt. Most pedig operatőr és autós újságíró kollégámmal, Attilával bemutatunk egy bohóc tréfát. Így kell beszállni a Renault Twizybe, így kell benne ketten helyet foglalni. Ülés előre csúsztat, utas helyet foglal hátul, praktikusan a jobb oldalról beszállva, mert itt nem akadályozza a biztonsági év. De nem dobsz tortát az arcomba, ugye? Az majd a végén. Utas beköti az övet, 3 pontos biztonsági év van hátul. Vezető visszatolja az ülést, hogy ő is beférjen. Mehet még Attila? Jó már? Jó. A vezető beszáll, amelyik oldalról szeretne. A vezető is beköti az övet. Érdemet nem simogatja. A vezetőnek 1, 2, 3, 4, 5 pontos öve van, ugyanis itt a másik oldalon van még egy extra öv, amit csak így magamra kell húzni, így a vállamra, hogy egyik oldalra se tudja kifordulni az autóból, és már mehetünk is mindössze ennyi. Csukom az ajtót. Becsukom az ajtót is. Mind a kettőt, mert megtehetem. Különben az ajtómechanika az a Twizy egyik legjobban eltalált dolga. Végtelenül könnyen nyílik, csukódik. Amit már nem találtak el annyira jól, az a rögzítése, mikor becsukódott. Ez így csinál menet közben. Tehát a menet zaj jelentős részét ez az örgés adja. És már indulhatunk is. Attila, jól érzed magad? Határeset. De azért kibírsz egy, mit tudom én, kiruccanást a boltig, vagy a benzinkutig, vagy a gyerek. Simán, igen. Mondtam volna, hogy elszaladni a gyerekét az iskolába, de ugye a gyereket már nem tudnánk hova tenni. Ezt köszönöm. Különösen nyáron lenne ez jó, vagy nézve nyáron van. Tehát vedd le nyugodtan a cipőbe és az oknidat, és akkor úgy. Na, hát így.
Hát, hogy az is, annak is legyen egy kis fogalma arról, hogy milyen beülni egy vízibe is használni. Ha felkattintom egy újtást, egy rendes, egyébként én megmutatom, ezzel a kulcsa, ami nincsen semmilyen gomb, hiszen a vízin nincsen semmilyen zár. Akkor ezt a információs képernyőt kapjuk. Van egy töltöttségjelző, van egy sebességváltó, irányváltó állapotjelző, van egy hatótáv kijelzésünk, ez most éppen 26 km ezzel a 40%-on levő feltöltöttséggel. Van egy óra, egy időóra, ami valamiért este 9 órát mutat, de most nem foglalkozunk. És van egy-két ilyen vészjelző. Jó, tehát hogyha hirtelen szervizbe kéne vonulni, vagy már közeledik a szervizperiódus, akkor kivillan egy fény, valamint a kézifék behúzására figyelmeztető kis bigyó. A kézifék egy érdekes dolog, olyan sima egyszerű recsegős rasnyis kéziféke van a vízinek, amit viszont csak akkor lehet kioldani, hogyha rálépünk a fékre. Logikus, mert illegál nem gurul el akkor, hogyha kioldjuk, meg nem indul el magától, hogyha délbe van és a másik lábunkkal a gázt is nyomnánk esetleg, viszont okoz ez kellemetlenségeket. Indultam el már nem egyszer behúzott kézifékkel véletlenül, és mikor erre rájöttem, akkor már a forgalomban közepén haladva kellett volna a fékre lépnem erősen, hogy ki tudjam engedni a kéziféket, ami nem túlságosan szerencsés megoldás. A vízi csomagtartója, amit mindig lehet használni, ami az nem kell kulcs, meg nem kell bonyolult ülésbontás, az erre a két műszerfali tárlórekesztőre szorítkozik. Itt már látszik, hogy a koncepció után kicsit elfogyott a munkakedv. Rögzítésről nem gondoskodtak, visszaesik a kezemre, hanem fogom. Van benne 12 voltos szivattyútó töltő, telefont tölteni, egy USB stekker és egy háromfeles, talán csak kettőfeles jack ajzat is, ami a fedélzeti kihangosító rendszerhez csatlakozik. Ebben van egy utólagosan beépített, de gyári extraként rendelhető perót kihangosító cucc, meg két darab hangszóró, amik semmire se valók, a nagy menetzaj miatt gyakorlatilag használhatatlanok. Aki zenét akar hallgatni, vagy telefonálni akar kihangosítóval, jobban teszi, hogyha egy fülessel oldja meg a dolgokat. A másik oldalon van még egy kesztyűtartó, ez a Twizy újkorában zárható volt. A zárás biztonságát jelzi, hogy valaki egyszer megpróbálta kinyitni mégis, mert nem tudta, hogy zárható, azóta éppen úgy működik, mint a másik, tehát ez most be van zárva. Éppen úgy vezetjük, mint egy normális autót, kiteszünk az irányjelzőt, amelyeket ilyen idegesítően csipog, valamiért duplát, és már hussanunk is, és már most kezdődik az a akusztikus élmény, ami eléggé megkeseríti a hosszú utazásokat a vízivel. Hihetetlenül sivít a hajtás. Már 45-tel száguldunk, és már túlordít engem az elektromos hajtáslánc. Ez nagyon furcsa, hogy nem csinálták még egy kicsit igényesebbre. Olyan érzésem van, mintha vettek volna bele valami olcsó motort annak idején még koncepció korában, ami elhajtja annyira, hogy ott a kiállítási területeken tudjon mozogni, aztán ez a motor benne maradt volna. De az a mielőtt utánfutó. Na tessék, akkorák vagyunk, mint egy kompresszor. A teljesítmény nagyjából elég ahhoz, hogy tudjuk tartani a forgalom dinamikáját, de csak nagyjából ez a Golf az nagyon nem közeledett, hiába volt padlón a lábam. És a lakott területen belül tényleg még a maximális sebességhatárokat is, ezt a 70-es táblás zónákat is bátran megtámadhatjuk. A baj akkor kezdődik, amikor elhagyjuk a lakott területet és 90-nel kéne menni, mert annyival ez a jármű már nem tud. Kormányzás nagyon könnyű, szervó nélkül is, nincsen szervó, de nem is kell. A fékre viszont már el kellene egy kis rásegítés, de ott sincsen, tehát eléggé intenzíven kell nyomni, hogyha azt szeretnénk, hogy a négy tárcsafék tényleg gyorsan megállítsa ezt a 4,5 mázsát. A futómű pedig istentelenül kemény. Itt vagyunk a forgalomban a vízivel. Kicsi, könnyű, könnyen manőverezhető, egy sávon belül is elég széles tartományban navigálható jármű. Könnyű, fürge, jól el lehet vele mászkálni a városban. Eltekintve azoktól a kis problémáktól, amikről már beszéltünk, hogy parkolni ugye drága is. Nem könnyen nagyon, mint egy autóval, illetve hogy nem mehetek a buszsávban. A futóművel nagyon kemény, ez egy kicsit érthetetlen számomra. Biztos azért találták ezt így ki, hogy ne boruljon föl a jármű sosem, de hát amúgy se borulna föl, annyira alacsony építésű és annyira lent van a súlypontja, hogy még ennél sokkal nagyobb lengéseket is elbírna viselni. A városi forgalomban itt a meg-megtorpanó, meg-meginduló, mindig dugós, dugóveszélyes, mindig nyűgös budapesti nyüzsiben kifejezetten üdítő egy ilyen elektromos autóval közlekedni. Tudom, hogy alig fogyaszt a jármű, és tudom, hogy akkor a legtakarékosabb a kocsim, amikor a többieknek éppen a legtöbbet fogyasztja üzemanyagból. Hát hussanunk a Margit hídon, ezeken a dilatációs hézagokon erősen meg-megzökken a jármű, kicsit tényleg lehetne puhába rugózása. És ilyenkor lehet a legjobban élvezni a vízizést,
Látom, hogy a járókelők az híd széléről néznek, gyerekek mosolyognak, mindenki örül, mindenki boldog, mindenki üdvözli ezt a jövő autóját, és senki nem tudja, hogy az idebent mennyire zajos, és mennyire zötyög, és mennyire ráz, és mennyire húzatos, és télen mennyire hideg, nyáron pedig mennyire forró. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és nézzetek máskor is vezes videókat!